most mi tehetek? Ó, a kedvenc kolbászom. Miért rejtett el a melka? Szerintem nem bűzlik. Várj, ne edd meg ezt! Sajnálod a kolbászt a barátodtól? Nem csak lejárt 2 évvel ezelőtt. Úgyhogy ne egyed meg. Hittem neked, csak nem akarod megosztani. Ha nem hiszel nekem, nézd meg a csomagoláson. Lejárt. És akkor mi van? A kolbász nem romlik meg. Ez nem igaz. Ez nem igaz. Úgy is megeszem. Akár akarod, akár nem. Most oké, ha beteg leszel, nem segítek. És nem is kell. Magam is el tudom intézni. Ahogy kívánod. Hol vagyok? Mi történt? Miért olyan nagy minden? Ó, kolbász, kérek egy szeletet. Várj, ne edd meg! Mi történt? Miért olyan nagy minden? Hello! Ginny, te is kicsi vagy? Igen, én is megettem egy lejárt szavatosságú kolbászt. Azt mondod, hogy ez az egész a kolbász miatt van? Azt hiszem, nem értem, hogyan történhetett. Mi ez a hang? Azt hiszem, valami óriás jön ide. Jaj, ne, szét fog zúzni minket. Bújjunk el a szendvics belsejében. Hát ez megette. Fúj! Jobb, hát csinál magának egy olyan szendvicset, mint az enyém. Úgy érzem, mintha egy-két bogár lenne a szendvicsemben. Amelka, szükségem van a segítségedre. Segíts felkészülni egy randira. Rendben. Mi történt? Mit keresünk Amelka szobájában? Azt hiszem, épp most ettek meg minket. Biztosan egy álom volt. Nem hiszem, még mindig érzem a kolbász ízét. Szerintem ez a szoba elég furcsa. Miért? Normálisnak tűnik. Az ajtó itt nem valódi. Ezek a ruhák nem jók. Vegyél fel valami más. Amelka hangja. Hol van? Nem látom őt. Amelka, ott vagy? Oké, most átöltözöm. Kitty is itt van valahol. Ginny, nézz oda. Az ott egy kamera Amelka fején? Nem, úgy néz ki, mint Amelka szeme. Hogy tetszik ez a szemüveg? Ezek jobbak, vegyed el ezt. Kiváló, egyébként látta Ginnyt és Mártát. Otthon vannak egyáltalán? Otthon voltak, de aztán eltűntek. Ki akartam kérdezni a véleményüket, mit szólnának a szemüvegemhez? Felejtsd el, Ginny nem ért a ruhákhoz, főleg nem a szemüveghez. És Márta? Márta igen, ő is adhatott volna tanácsot. Amelka, itt vagyunk, szia! Ne kiabálj, nem hall téged. Miért? Nem értem. Mert Amelka fejében vagyunk. Hogyan jutottunk ide? Amelka megevett minket, emlékszel? Király, szóval irányíthatjuk őt? Igen, de meg kell találnunk a módját, hogy kijussunk innen. Vicces, Amelka feje olyan, mint a szobája. Mi van, ha a szoba olyan, mint a feje? Van értelme. Nézd, néhány gomb. Mit gondolsz, mit csinálnak? Nem tudom, de könnyen ellenőrizhető. Nyomjuk meg az egyiket. Állj! Mit tettél? Ne aggódj, csak kikapcsoltam a monitort. Segíts, így nem látok semmit. Kitty, segíts! Mi történt? Körös körül sötét van, azt hiszem vak vagyok. Gyorsan, ülj le! Várj itt és hívok egy orvost. A monitort vissza kellett kapcsolni. Megpróbálom újra megnyomni a gombot. Kitty, nincs szükségem orvosra. Micsoda? Miért? Megint látok, jól vagyok. Biztos vagy benne? Ez elég furcsa. Semmi baj, jól vagyok. Jól van. Most már biztosan biztos vagyok benne, hogy Amelka fejében vagyunk. Ez a gombokkal ellátott számítógép az agya, mi tudjuk irányítani. Talán valamelyik gomb segít kijutni. Próbáljunk meg egy másikat megnyomni. De melyiket? Ezen el kell gondolkodnunk. Egyébként, Amelka, mit gondolsz? Ez a táska illik a szemüvegemhez. Igen, gyönyörű, nagyon jól áll neked. Megpróbálom megnyitni az egyiket. Undorító, úgy nézel ki, mint egy tehén. Ki
Kitty, várj! Szép volt, Ginny, rávetted Amelkát, hogy goromba legyen Kittyvel. Bocsánat, nem tudtam, hogy ez a gomb mit fog csinálni. Igen, Amelka jól tenné, ha itt mindent aláírna. Kitty, menj el! Sajnálom, nem tudom, mi ütött belém. Mondhatnád azt is, hogy csúnya vagyok. Sajnálom, nem csinálom ezt még egyszer. Oké, rendben. Hoztam neked egy kis fészet. Köszönöm. Micsoda? Ennyi, Amelka, nem vagyunk többi barátok. Sajnálom. Kitty, sajnálom. Mi történt velem? Miért csinálok olyan dolgokat, amiket nem akarok? Gratulálok, összevesztél Amelkával és Kittyvel. Most tehát ki kell békítenünk őket. Meg kell találnunk a gombok használati utasítását, mielőtt megöljük Amelkát. Gondolod, hogy van ilyen? Nem fogjuk megtudni, ha nem nézzük meg. Ginny, találtam valamit. Itt van leírva, Amelka összes emléke. Szeretnéd elolvasni? Nem tudom, ez rossz. Ugyan már senki sem fogja megtudni. Olyan, mintha egy személyes naplót olvasnál, de még személyesebb. Hagi-vagi, a vadászat, a szirénfejűre, a kartonbörtön. Ó, megtaláltam. Mi van ott? Gondolatok Mártáról. Biztos vagyok benne, hogy ott csak jó dolgok vannak. Lássuk csak. Hűha, ez érdekes. Mi van ott? Amelka azt gondolja rólad, fúj. Lássuk csak. Kedvelem Mártát, jó barátom. És mi a nagy ügy itt? Elhitted. Ginny, ne viccelődj így. Annyira aggódsz. Természetesen nem szeretek veszekedni a barátaimmal. Szóval, gondolatok Ginnyvel kapcsolatban. Hadd olvassam el. Nos, mi az? Semmi, minden rendben van. Tényleg? Az arcodról látom, hogy nem. Felejtsd el, keressük tovább. Nem, tudni akarom, mutasd meg. Nem akarod tudni. Add vissza! Nem adom vissza. Szóval ezt gondolja rólam. Tényleg? Mondtam, hogy jobb, ha nem tudod. Ha kijutunk innen, mindent elmondok neki. Meg fog sértődni, ha megtudja, hogy elolvastuk az emlékiratait. Oké, megpróbálom elfelejteni, persze csak, ha tudom. Úgy érzem, mint a hangokat hallanék a fejemben. Kitty, még mindig meg vagy sértődve? Igen, megsértődtem. Sajnálom, nem akartam, baleset volt. Véletlen vagy sem, de a kedvemet mindenképpen elrontottad. Mit tehetek, hogy jobban érezd magad? Nem tudom, valószínűleg semmit. Talán egy ajándék segít megbékélni vele. Most választok valamit az interneten. Egy biológia tankönyv, Amelka és én átlapoztuk az órán. Kell benne lenni egy agyi utasításnak. Igen, emlékszem. Van egy kép, de nincs megírva, hogyan kell kezelni. Nézd, itt van egy kitépett oldal. Ez a gombok utasítása. Tudtad, hogy létezik. Remek, most már úgy irányítjuk a Amelkát, ahogy akarjuk. Azt akartad mondani, hogy ahogy akarjuk. Nos, igen, persze. És mit csinál most a Amelka? Úgy tűnik, mintha ajándékot választani Kitty számára. Bocsánatot akar kérni. Nem, nem. Fogalmam sincs az ajándékról. Nem, nem, ezt nem tudom. Segítenem kell neki, van valami ötleted? Kittyvel nemrég voltunk a boltban, és megtetszett neki egy blúz. Lehet, hogy Amelka adja ezt. Jó ötlet. Oké, hogyan irányítjuk ezt a dolgot? Ahhoz, hogy rendelést adjunk Amelkának, ki kell nyomtatnunk a számítógépen, aztán megnyomjuk azt a gombot. Igen, szóval ezt csináltuk rosszul. Ajándékozzon egy blúzt a boltból. Nem. Tudom, mit kell adni Kittynek. Most leadok egy rendelést, és várom a csomagot. És itt is az ajándék. Nem gondolod, hogy ez a csomag túl unalmas? Igen, nem jó, ha egy egyszerű dobozban adunk ajándékot. Van egy ötletem, szükségünk van ajándékcsomagolásra. Ajándékcsomagolás.
a doboz unalmas, fel kell díszítenem. Így már sokkal jobb. Szabad? Mit akarsz? Bocsánatot akartam kérni és átadni ezt az ajándékot. Hű, milyen gyönyörű csomagolás. Te magad csomagoltad? Igen, egyedül, tetszik? Honnan tudtad, hogy ezt akarom? Ezt mondták a hangok a fejemben. Micsoda? Milyen hangok? Nem tudom, de nekem ismerősen hangzik. Nem vagy véletlenül beteg? Nem hiszem. Tessék, fogd a fejhallgatómat, a zene segít ellazulni. Köszönöm. Á, a fülem! Túl hangos! Olyan, mintha egy koncerten lennék, ezt abba kell hagynunk. Tessék! Köszönöm, így sokkal jobb. Túl kicsik vagyunk az ilyen fejhallgatókhoz. Tegyük úgy, hogy Amelka nem akar zenét hallgatni. Persze, persze. Már nem szeretem ezt a dalt, nem akarok zenét hallgatni. Fú, végre vége. Mi? Vegyed ki a vattát a füledből. Mi? Beszélj hangosabban. Ó, igen. Elfelejtettem a vattát. Most ki kell találnunk egy új foglalkozást neki. Tudom, mit fogunk csinálni. Sürgősen játszani akarok a konzolon. Soha nem szórakoztam még ennyire jól. Miért a konzol? Mi a baj? Ez jó szórakozás. Leo rászoktatott. Oké, de aztán kimegyünk sétálni. Rendben. Egyébként pedig kevesebbet kéne kommunikálnod Leóval, rossz hatása van rád. Ugyan már, vicces és jó fej. Hé, Amelka, nem akarsz velem jönni vásárolni? Milyen vásárlás? Van itt egy fontos szint. Pont úgy beszélsz, mint Leo. Annyira menő, olyan szeretnék lenni, mint ő. Mi? Ha, ha, ha. Úgy érzem, mint a Ginnyvel beszélgetnék, nem Amelkával. Nem, én Amelka vagyok, őszintén. Rendben, akkor én megyek. Hurrá, teljesítettem a szintet, új rekord! Tudod, Ginny, inkább elmegyek vásárolni, mint hogy otthon maradjak. Ne zavar, játszom! Mit tettél? Pak vagyok, már megint! Én Márta, csak játszottam. Elég volt, most azt csináljuk, amit én akarok. Kelj fel! Hurrá, újra látok! Most pedig kimegyünk sétálni. Bertával fogok játszani. Berta! Berta, hozd a gyűrűt! Nem, nem a kutyát, nem fogunk vele játszani. Ugyan már ez Amelka kutyája, szereti őt. A kutyák nagyon veszélyesek, meg fog harapni minket. Soha nem fog Amelkához nyúlni, megvédi őt. Én ellenzem, Amelkának óvatosnak kell lennie. Mit csinálsz? Megmentem Amelkát. Mert olyan nagy és ijesztő. Á, ne, gyere a közelembe! Amelka, mit keresel itt? Elbújok egy dühös kutya elől.
Milyen dühös kutya. Berta természetesen. Hogy félhetsz a saját kutyától? Nem tudom, játszani akartam vele, aztán megijedtem. Ez furcsa. Korábban csak egy ember félt Bertától. Márta, kérem, tegyél valamit. Rendben, bezárom Bertát, te pedig kijössz onnan. Köszi! Ennyi a melka, kijöhet. Biztos vagy bennem, mi van, ha Berta elszakítja a láncot és elszalad? Most viccelsz? Gyere ki! Jól van. Á, ne csináld ezt! Sajnálom. Menjünk be gyorsan, mielőtt Berta elszakítja a láncot és elszalad. Á, azt mondtad, megötötted! Azt csak vicceltem. Amelka, olyan éhes vagyok. És ma te főzöl vacsorát, meg tudod oldani? Persze, nem probléma. Ma piláfot fogok főzni, ahhoz rizs kell. Mindent rosszul csinál. Kitty egy másik ételt szeret. Akkor írja Melkának egy másik receptet. Citrom. Kitty kedvenc étele. Ginny, biztos vagy benne, hogy Kitty szereti a főtt citromot? Természetesen. Soha nem hallottam még ilyen ételekről. Mert ez egy titkos recept. Furcsa. A nagymamám szakácsként dolgozott, úgyhogy ne vitatkozzunk. Néhány. Bejgli! Gabonapehely. Édesség. Ketchup. És főtt citrom a torta fénypontja. Kit imádni fogja? Ginny, senki sem főzi. Csak még sosem kóstoltad, nagyon finom. Nos igen, természetesen. Adjunk hozzá egy kis salátát, hogy még szebb legyen. És majdnem elfelejtettem a csípős paprikát, Kitty kedvenc hozzávalója. Nagyon finom. Hű, milyen szokatlan saláta. Igen, tudtam, hogy tetszeni fog. Alig várom, hogy kipróbáljam. Mi az, nem ízlik? Valószínűleg nem volt elég bors benne. Miért nézel így rám? Most Kitty biztosan azt fogja hinni, hogy Amelka megőrül. Nem fogja, majd mi megmondjuk neki, hogy mi vagyunk azok, Ginny és Márta. És hogyan fogjuk ezt megtenni? Amelkán keresztül. Kitty biztosan azt fogja hinni, hogy Amelka őrült. Bár igen, igazad van. És különben is, ez a szoba túl szűkös, ki kell jutnunk innen. Tudom, írjunk Kittynek egy üzenetet. Hogyan adjuk oda neki? Erre még nem gondoltam. Nézd, Amelka beszélget Kittyvel, hallgassuk meg őket. Persze. Amelka, jól vagy, furcsán viselkedsz. Jól vagyok, de a fülem cseng, mintha valaki a fejemben beszélne. Megtörténhet. Tessék, tisztítsd meg a füled, jobban fogod érezni magad. Tudtad, hogy a vattapamacsok nem fülbevalóak? Tudom, de azért próbáld meg. Rendben. Hé, mi ez? A vattapamacs, amit Kitty adott Amelkának. Ez zavar! Tűnj el! Mi az? Valaki erőszakkal kirögte a fülemből! Mi? Ne beszélj hülyeségeket!
Komolyan mondom, aztán valaki azt mondta, hogy kifelé. Amelka, hagyd abba, csak fáradt vagy. Gondolod? Igen, új tanév, problémák az iskolában, sok házi, pihenned kell. Ennyi. Talán igazad van, hadd készítsek neked egy kis teát. Jól van, figyelj, van egy ötletem, hogyan adhatnánk át az üzenetet. Mondd el, a fülön lévő lyukon keresztül dobjuk ki. Ahogy Amelka is a fülébe tette a fültisztítót. Remek, már csak azon kell gondolkodni, hogy mit írjak. Hadd írjak én, te pedig tarts szemmel Amelkát és Kittit. Rendben. Itt a teád. Finom, a kedvencem. Már megint az a tea. Bár csak lenne egy kis limonádé. Ó, ötlet! Fúj, nem akarom ezt a teát. Limonádét akarok. Limonádé? Azt hiszem, volt egy kevés, de az Ginnyé. Nem fogja benni, hozd ide. Nos, ha te mondod, rendben. Oké. Mit csinálsz? Limonádét iszom a fülemmel. Mi van? Nem is tudom, mit mondjak. Mit csinálsz? Limonádét iszom. Gondoltál már arra, hogyan néz ki kívülről? Senki sem lát engem. De látják Amelkát. Mit fog Kitty gondolni? Hú, erre nem is gondoltam. Készen van egy üzenet, át kell adnunk Kittynek. Oké, kidobom a füléből. Amelka, valami kiesett a füledből. Hol? Úgy néz ki, mint egy kis cetli. Mintha egy bolha írta volna. Egy cetli a fülemben? Képtelenség! Itt Márta és Ginny. Amelka fejében ragadtunk. Segítsetek kijutni. Hogy érted, hogy a fejemben? Ott kerültek oda? Nem tudom, már régóta nem láttam őket. Talán ez valami tréfa? Ez nem tréfa, tényleg bent vagyunk. Megettél minket a szendvicssel. És siess, mielőtt megint nagyobbak leszünk. Ha felnagyítjuk Amelka fejét, a feje szétrobban. Hallom őket, tényleg a fejemben vannak. Tehát ki kell őket onnan hoznunk. És sürgősen, különben szétrobban a fejem. Van egy ötletem, maradj itt. Nos, ez só. Ó, fekete bors, ez kell nekem. Mi az? Fekete bors? Igen, tudom, mit kell tenni. Gyere ide! Nos, sikerült? Igen, itt vannak egy szalvétában. Siessetek és tegyetek minket a földre. Hurrá, újra nagyok vagyunk. Soha többé nem eszem állott kolbászt. Igen, szóval így jutott el a fejembe. Szerencsét, hogy Amelka nem zúzott össze. Az biztos. Srácok, remélem tetszett a videónk. Lájkoljátok és iratkozzatok fel. És ne feledkezz meg a csengőről sem, amely azt jelzi, ha új videó jelenik meg. Sziasztok!